Kányádi Sándor megzenésített versei csendültek fel a Pócs megyei rendezvényközpontban. A közel egy éve elhunyt Kossuth díjas erdélyi költő idén május 10-én ünnepelte volna a 90. születésnapját. A jubileumi évforduló alkalmából Huzella Péter és Gáspár Sándor lépett fel a Nyergestetőtől a Vörös Villamosig című verses zenés műsorával, amelyben a történelmi és a személyes líra legjobbjai ugyanúgy helyet kaptak, mint a felejthetetlen gyermekversek. Szamos partján mandulafa virágzik, fekete, piros, fekete táncot jár a járda szöglete, körbe-körbe, majd pörögőve, majd verődve le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete, piros, fekete táncot jár. Honnan járják, honnan hozták, honnan e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról, csűrföldjéről, még a sátor vagy a jurta tüzemellől röptette föl a csípők, csuklók, térdek katapultja, vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula meccését, az anyamé szent laboratóriuma. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan e mozdulat ország? Kányádi Sándor székely földműves családban született a Hargita megyei Nagygalamb falván. Az elemi iskoláinak 5 osztályát szülőfalujában végezte, majd a székelyudvarhelyi református kollégiumban, a római katolikus főgimnáziumban, valamint a fém- és villamosipari középiskolában folytatta tanulmányait. Első kötete 1955-ben jelent meg, Virágzik a cseresznyefa címmel. Több újságnál is dolgozott szerkesztőként, tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben, iskolák, könyvtárak, művelődési házak állandó vendége volt Romániában, majd Magyarországon és a környező államok magyar lakta településein. Kitüntetései között szerepel a Kossuth és a Prima Primissima díj, a Nemzet Művésze és a Budapesti Első Kerület díszpolgára cím, illetve tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának. Életművének fontos részét alkotják az esszék és a műfordítások, de írt drámát és forgatókönyvet is. Ő volt talán az utolsó magyar költő, aki még a Petőfi nyelvén írt. Mondjuk Petőfit is modernizáljuk már, ahogy nem minden cézét ejtünk ki, ahogy ő írta, de Kányádi egy egyenes vonal a magyar költészetben, ami talán Tinóditól vagy Balassitól kezdődően egészen a maiakig tart, és azt hiszem ő volt az utolsó olyan igazi nagy költő, aki az egész nemzetet összefogta a költészetében. Betemetett a nagy pó, erdőt, mezőt, réten, minden, mint a nagyanyó haja, hófehér lett. Minden, mint a nagyapó, bajsza, hófehér lett. Csak a fekete rigó maradt fekete. Kányádi Sándor több vers és mesekötete szólt a gyerekekhez, és számos művét a Kaláka együttes zenésítette meg. Az előadó páros egyik tagja a Kossuth díjas Huzella Péter zeneszerző, gitáros énekes, szintén a Kaláka együttesben játszott korábban. A Kalákában játszottam én 20 évig, és hát nagyon hamar rátaláltunk a Kányádi versekre, és aztán egyszer csak egyáltalán nem véletlen folytán, de összetalálkoztunk személyesen, és ez egy nagyon jó, komoly kapcsolattá alakult. Barátságnak azért nem mondhatom, mert csak alkalmanként találkoztunk, de nagyon sokat léptem fel vele, így kettesbe is. Voltunk országjáráson, Erdélyben is, a Kalákával is rengetegszer találkoztunk vele, járt a lakásomban, ebédelt nálunk, szóval azért... Hát mégis egy ilyen atyai barátom, úgy tekintek rá. Nem volt nehéz ismerni, ugyanis egy végtelenül nyughatatlan, utazó, kedvű ember volt, mindenütt szeretett lenni, ha nem kellett otthon ülni. Szóval ő bejárta az egész világot, és mindenütt, ahol magyarokkal találkozott, ott verseket mondott nekik, és mindig mondott Petőfit is. Mindig elmondott egy Petőfit, nagyon fontosnak tartotta. Én is mindig eléneklek egy Petőfit. Most éppen nem fogok, mert mégiscsak Kányádi est van, és Sándor nincs itt, de ha itt lenne, akkor mondana egy Petőfi verset.
Huzella Péter a költőhöz fűződő közvetlen kapcsolatának köszönhetően kapott Kányádi Sándortól egy felhatalmazó levelet a verseinek megzenésítésére, illetve egy személyes ajándékot is őriz a szerzőtől. A családomat megtisztelte egy rövid verssel, amit ott dedikált, és a családnak ott helyben megírt, és azóta ott van a falon. De ez sokunknak van ilyen, mert az összes könyvét dedikáltattam természetesen, és ahogy Vörös Sándortól Kányádi Sándorig vannak dedikációink, ugye most már ugye Varó Dániel dedikálja a gyerekkönyveket, de nekem még van, és a gyerekeimnek még van Kányádi dedikáció. Ezt a dossziét egyszer kinyitom egy jó pillanatban, akkor neki kezdek valamelyiknek. De például a legjobb dolog az, amikor csak fogom a kötetét, és kinyitom. És az általában olyan helyen nyílik ki, ahol az ember egy jót talál. Mondjuk Kányádi nem emberész. Ott vágárat szedett végül a kopott vörös villamos, kalauz és vezető nélkül döcögött holtvágára végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos lépten, bezzeg, amikor érkezett, bíborló színbe sok beszéltem. A Kaláka nagyon sok a felnőtteknek szóló versét csinálta meg, azóta, hogy én kiszálltam a zenekarból. És én nem is akartam nekik személyesen konkurenciát csinálni. Szóval láttam, hogy ők nagyon a Kányádi életműből nagyon jól válogattak. És persze a legjobbakat kimazsolázták maguknak, amik jól énekelhetők is. És romantika van bennük, dinamika, stb. Úgyhogy én itt most énekeltem a úgynevezett felnőtt versét is, de én nagyon, nagyon sokat játszom gyerekeknek, meg volt egy televíziós műsorom 4,5 évig, ahol minden hétre kellett írni egy új dalt, és akkor bizony a Kányádi kötetek ott voltak az íróasztalomon, mert nála mindenre lehetett találni, minden alkalomra, tavaszra, őszre, szerelemre, virágokra, állatosokat. Szóval Sándor nagyon megkönnyíti a dolgunkat, hogyha a gyerekeknek akarunk énekelni. Huzella Péter kiemelte, ahhoz a szerencsés generációhoz tartozik, amelyik Kányádi Sándor mellett más költőóriást is ismerhetett. Vörös Sándort is személyesen jól ismertem, és mutattuk meg neki is a dalainkat, amiket írtunk, és Kányádi Sándort is. És azért ez egy óriási dolog az ember életében, hogyha ha ilyen költőóriásokat, ugye Vörös mégiscsak a nyugat harmadik nemzedéke, tehát egy karnyújtásra van Kosztolányitól. Úgyhogy én is Kosztolányitól két kézfogásra vagyok. Úgyhogy, és akkor itt van Kányádi Sándor, aki pedig kortárs költőnk, tehát az én életemnek egy nagyon fontos része. A zeneszerző jelenleg nem próbálkozik a közelmúltban elhunyt költő műveinek megzenésítésével. Most, hogy meghalt, nagyon szomorú vagyok, és ezért nehezen nyúlok most, mert most megváltozott a viszonyom hozzá. Úgyhogy most egy kicsit várok még, amíg ez megnyugszik ez a dolog így bennem is, mert azért most... Hát igen, most gyászév van, most nem. Nem tudok úgy hozzányúlni a versenyhez, ahogy eddig. Eddig van jó volt gondolni rá, most meg úgy nem lehet. Hát ez van.
A településen élő Gáspár Sándor előadó, a Zöld Sziget általános iskola tanára. Elmondta, a versek szerepelnek a napi munkájában, ugyanis a gyerekekkel minden reggel versmondással kezdik a tanórát. Bár középiskolásként nagyon szép sikereket ért el a szavaló versenyeken, közel 20 évig nem lépett színpadra. Tavaly azonban ismét elkezdett verseket mondatni, azóta járják előadásaikkal az ország színházait, művelődési házait, könyvtárait és iskoláit. Gyakorlatilag Kányádi József Attila, azt tudjuk mondani, hogy Karinti. Tavaly volt itt a Szarvasok az égen című versszínházi produkciónk, és abban gyakorlatilag végigvettük azokat a verseket, azokat a szerzőket, akik az elmúlt évtizedekben nekem nagyon sokat jelentettek. És ebben mondjuk benne volt Kányádi is. Ellennézlek, amíg alszom. Én sohasem láttalak szó. De kíváncsak velem téged. Az én vétkem a te vétked. Mert akarva, akaratlan, halálon hordod magadban. A fiunkkal, akit szültél, halálon részese lettél. És történhet már akármi. Történhető. E világi. Oldhatatlanul köt hozzá, e magasztos bizonyosság. Galaktikák, világrészek távolából is mindig rád emlékezte ez a vétke. Kit szeressek, ha nem téged. A páros, közel egy órás műsora verses, zenés időutazásba repítette a közönséget. A költemények és dalok sűrűjében egy-egy anekdota és történet is elhangzott, az előadók folyamatos interakcióban voltak a közönséggel, akiket bevontak az énekbe, sőt, feladattal is megbízták őket. Volt például, akinek a madarakat kellett megszámolnia az egyik dalban. Kányádi Sándor megzenésített és elmondott versei magával ragadták a közönséget. Gáspár Sándor kiemelte, a mai világban is van létjogosultságuk a verseknek. Kell nyilván modernség bele, nem szabad a modern eszközöket eldobni, mint ahogy Kányádi Sándor sem ezt tette. Minden szövegében azt mondta, minden versében, hogy a verset mindig is mondták, mindig is énekelték, csak Gutenberg beleszorította a papír, a könyv lapjai közé, és hogy valójában nem kell attól félni, hogyha talán kevesebben olvassák, de hogyha mondják és hallgatják, akkor az már-már megér egy csodát és megér egy misét.